Hello mindenkinek, szavaztok srácok, elérkeztünk egy újabb videóhoz, és ne zavarjon senkit sem, hogy kibaszott késő van, mert most úgy gondoltam, hogy kedvem támad videót felvenni, szóval, ja, azért van sötét, meg azért beszélek halkan, mert ugye már késő este van nagyon. Úgyhogy ja, a mai videóban elhoztam nektek néhány idióta, furcsa, nevetséges, haszontalan Guinness rekordokat, amiket meg fogunk ma nézni. Ötletem annyi, mint a tenger. Kezdjük is. Ennek a palinak 18,1 cm hosszú szörnyű az arcán, ami a fülén van, és nyilván süket is, mert hát most érted. Na most gondolj bele, Pali, te kimész az utcára, és így nézel ki, remélem mindenki ért, hogy mert egy fasság, plusz emellett még ugye akadályozza a hallásban is, szóval nem értem. Na mindegy. A következő emberünknek a bőre úgy nyúlik, akár a gumi. Tehát a pony az konkrétan így néz ki, és ez világrekord. Mondjuk ilyen fejjel. A legidiótább világrekord, aminek annyi értelme van, mint egy finnak, még annyi sem. Szerintem a legveszélyesebb is, vagy nem tudom igazából, hogy ezt hogyan csinálják. És a legundorítóbb dolog, amit lehet csinálni. Legalábbis szerintem. Ez a Pali 13 másodpercig tartott a szájában 8 darab csönyögő kígyót a farkánál fogva. Na most mondd meg, őszintén, a kezemben nem merek tartani egy darabot sem, nemhogy a számban a farkától fogva 8 darabot. De hogy látom, ő élvezi meg a kígyók is. Úgyhogy ja. Ennek a csajszínak 69 cm hosszú körme van. Tehát, hogy nem tudod hozzáfűzni, látod. És összesen 907 cm hosszú körme van, ami 9 méter hosszú az összes körme a gácsinak együtt. Ezzel mit lehet csinálni amúgy? Hogy lehet így élni? Én nem értem. Ez a Pali, Shane Hultgren, 18 pengét nyomott le a torkán. De most ezt hogy kell elképzelni? Ilyen kis vékony fosok, mondja, össze van fogva, vagy mi van vele, és úgy egy beledugdosta. Ennek sincs amúgy, csak értem, mert miért dugdosnak az emberek kardot a torkukba? Miért? Mondjuk az ő dolguk. Ha nekik ez jó, akkor oké. Ez a Pali konkrétan félig átdugja magát egy teniszítőn. Kifordítja a vállát, és átdugja a teniszítőn, meg az egyik lábát is átdugja a teniszítőn. Felmerül a kérdés, hogy énkor mit gondol az ember? Ott van két teniszítő, és bújunk bele, vagy mi? Mi az elképzelés? Meg egyáltalán miért csinálsz ilyet? Én nem értem. Ennek a gácsinak 9,75 cm-es nyelve van. Jézusom! Majdnem akarunk ez a doboz. Mondjuk ez most másabbak, mint ezek, mert itt nem csinál semmit, csak igazából csak nagy nyelve van. Nagyon nagy nyelve van. Brutál. Ha jól értelmezem, de javítsatok, hogyha tévedek, ez a Pali 119 métert ment, úgyhogy közben égett. Hát az komoly. Nem mondjuk, ahogy látom, ilyen gondolom van, hogy ilyen ruha, vagy nem a Pali ég, hanem van, hogy ilyen... Na, érted? Milyen ruha az? Tűzvédelmi ruha, vagy mi a tököm a neve? Mondjuk amúgy respekt, mert azért biztos nem volt kellemes. Oké, tehát ez a Pali nem kellett fúrni. De nem azért, hogy majd ő valamit ott javít, vagy csinál, nem. A Pali nekiállt forogni a fúróval, mint egy körhinta, és 140 fordulatot tett meg percenként. 148 fordulat percenként. Az k***a sok. Utána szerintem örült, hogyha egy óra múlva lábra tudott állni. Unalmas könyvrekord. Ez a Pali tartja a rekordot. Ha jól értelmezem, akkor 20 ezer oldallal. Két nyomdagép és körülbelül 1000 festőszalag volt kopott. A könyv tartalma, számok és egy és legfeljebb 1 millió. Még a témát sem tudom értelmezni, nem úgy a könyvet tudnám értelmezni. És elvileg ezt 16 éven keresztül írta. Na mondjuk ez. Ez még nem is olyan hülyeség, mert hogy na, értitek. Ez a Pali egy perc alatt 91 darab melltartót kézzel, hogy is mondjam, távolított el a gázsikról, akik, ahogy látni lehet, nagyon örülnek ennek a dolognak. Mondjuk ez amúgy hatalmas fasság, az biztos. Minden esetre minden elismerés a Palinak, ügyes vagy. Ez a csávó, ez egy ilyen nagy szarral hullahopp karikázott. Most ez nem derül ki, hogy hány kiló az a fos, vagy hogy meddig csinálta, vagy hogy csinálta, vagy hogy miért.
de oké. Egyébként ez a fordítás, ez megül most. Vagy az oldalfordítás, vagy így készült az oldal, de sokan álmodunk, hogy híresek. Azonban nem tudnak semmit büszkélkedni. Nice. Az appalni mit teszik? Egész síkot. Az mi? Cessna sík. Ez mi a tököm? Oké. Vagyunk annyiban, hogy a pali az nem kaját eszik, és abból nem keveset. Oké, tehát 2007-ben 178 kutya házasodott össze, és ez a Jill Cobot azért lett világrekordtartó, azt hiszem, mert ő vezette az ünnepséget. Vagy én nem tudom, srácok, ez... Miért? Miért csinálsz ilyet? Semmi értelme. Na mindig, menjünk tovább. A leggyorsabb takarítónő igazából 74 másodperc alatt rakott rendet. Vagy mi? De ez a fordítás, ez olyan borzalmas, hogy nem tudom kivenni. A pali a seggével, azaz a fingjával 5 gyertyát gyújtott meg. Gázok segítségével a belek között. A fordítás pedig perfekt. Egyébként ötletes. Nagyon ötletes. Ennek a palinak 43 csiga volt a pofáján. Igazából gyereknek, mert 11 éves volt. Azt mondja, szereted, hogy üljön egy csiga az arcodon? Ki a gyász akarja, hogy csiga üljön az arcán? És a gyereknek 43 csiga volt a pofáján. Ez a fordítás még mindig nagyszerű. Rekordmennyiségű póló volt a palin. Hát elég sok pólónak tűnik, mint te mondjak. 100 biz fixen van rajta 100 darab póló. 2011-ben 57 emberi illeszkedik a legnagyobb bugyiba. Először is. Miért létezik ekkora bugyi? Másodszor. Miért áll benne 57 ember? Harmadszor. Miért lett ez világrekord? Ez a gágyi 5,43 másodperc alatt bemászott egy bőrönbe. Azt hogy? A palinak 4,2 méteres bajsza van. Wow. Ennek a csávónak meg 113 cm hosszú haja van. Na jó, srácok, én kiégtem, szóval engedjük el. Köszönöm a figyelmeteket. Ezek voltak a legértelmetlenebb, legidiótább, legfeleslegesebb, legnevetségesebb Guinness rekordok. Remélem, hogy tetszett nektek a videó. Ha így van, akkor egy lájkot dobjatok, iratkozzatok fel, és kövessetek be Instagramon is. Puci puci. Szavaztok. Kértek még a pofátokba?